megszólalunk, Torockai László, a Trianon felvonulás megalapítója és a Mi Hazánk mozgalom elnöke következik. Kedves magyar testvéreim, tisztelt honfitársaim! 101 esztendeje írták alá a trianoni gyalázatot. És ebből a valamivel több mint 100 esztendőből 20 éven keresztül mi tiltakoztunk. Hiszen ez a felvonulás, és ami nem csak ez a felvonulás, hanem az a mozgalom, ami elindult ezzel a felvonulással együtt 2 évtizeddel ezelőtt, az most már 20 éve nem csak ezeken a napokon, hanem az év minden napján próbált és próbál küzdeni a mai napig a Kárpát-medence valamennyi szegletében azért, hogy valamilyen orvosságot, valamilyen gyógyírt tudjunk találni arra a tátongó sebre, amelyet Trianon jelent itt a Kárpát-hazában. És ez alatt a 20 esztendő alatt, 20 év ellenállás alatt megtapasztalhattuk mi azt, hogy mit jelent, amikor Trianonnal valaki szembe akar szállni. 20 év alatt keresztül mentünk mindenen. Betiltottak minket Szerbiában, bebörtönözték koncepciós per során a román hatóságok az erdélyi, székelyföldi vezetőinket, összevertek minket délvidéken a hatalom által ránk küldött szerb bűnöző brigádok, jó, aztán egyszer-kétszer mi is őket. Aztán meg kellett küzdenünk felvidéken azokkal, akik Malina Hedviget, egy felvidéki magyar lányt csak azért vertek össze brutálisan, mert magyarul beszélt az utcán. Aztán meg kellett küzdenünk a minket bebörtönző, vagy engem ugye fogdába záró szlovák hatóságokkal. És aztán éppen amikor a szlovák fogdából, Pozsonyból szabadultam, akkor pedig itt a Kossuth téren jöttünk össze azért, mert megpróbáltuk elzavarni minden idők legdurvább magyar ellenes kormányát, a Gyurcsány kormányt. És aztán a következő esztendők is mindig az ellenállásról szóltak. És ez alatt, az ellenállás alatt folyamatosan 2 évtized során mindig egy maroknyi magyar volt az, aki vitte a fákját, úgy, mint ahogy ti most ma vittétek az Andrássy úton. És óriási dolog az az erő, ami bennetek, ami bennünk van, hogy 20 éven keresztül hiába támadtak minket, hiába tiltottak be minket, hiába vertek szét minket, nem adtátok föl ezt a küzdelmet. Ezt köszönöm nektek. Óriási az a dolog, amit évről évre, nem csak a felvonulás, hanem az év minden napján tesztek. Hogy az utókor majd megköszöni ezt nekünk, nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy közülünk senki sem azért van ma itt, hogy ezért köszönetet, hálát, vagy ne adj Isten, fizetséget kapjon. Azért vagyunk itt, mert hiszünk abban, amit képviselünk. Hiszünk a hazánkban, hiszünk abban, hogy a magyarság egy különleges nép, egy különleges nemzet vagyunk, egy olyan államteremtő, alkotó, kreatív nép, nemzet vagyunk, amely szinte egyedülálló a világon. Őrizzünk magunkban az egész északi civilizációt, hogy folytassam Kirityán Zsolt bajtársam és testvérem gondolatmenetét, mi magunkban őrizzük a keleti és a nyugati örökséget is, ezt az egész civilizációt. Ezt a hatalmas civilizációt, amely valójában a Földön, a világon minden igazán értékeset és minden magasrendűt megteremtett. Ilyen nép a magyar nép, ilyen nemzet a mi nemzetünk, és mi ezért a nemzetért küzdünk és harcolunk, még akkor is, hogyha maroknyian vagyunk, és akkor is, hogyha megpróbálnak minket elhallgatni, betiltani, cenzúrázni, hiszen ezt a rendezvényt is, én magam is, megmondom nektek őszintén, hogy alig találtam meg a plakátot, pedig én magam is megosztottam még legalább egy helyen a YouTube csatornámon, ami még létezik, mert egyszerűen a világhálón alig lehetett megtalálni, hogy lesz ma ez a rendezvény, olyan brutális az elhallgatás és a cenzúra, ami minket ér. De mi itt vagyunk, igaz, hogy maroknyian,
de ez alatt a 20 év alatt is eljöttek olyan pillanatok, olyan történelmi idők, amelyek én azt gondolom, hogy még előttünk is vannak jócskán, amikor hirtelen nem ennyien voltunk, nem néhány százan, hanem hirtelen csatlakozott hozzánk több tízezer magyar honfitársunk. Ilyen történelmi pillanatokat kell csak megvárnunk, és addig kitartóan mindig vinnünk el a fáklyát, mint ahogy ma azt vittétek. És egyébként, hogy mondjak valami örömhírt, nekem hihetetlenül jó eső érzés volt, amikor azt láttam, hogy mi azért jó pár százan itt vagyunk, vonulunk az Andrássy úton, miénk az Andrássy út, miénk Budapest belvárosa, miénk a Kossuth tér, és a sátánisták az úgynevezett Pride napján ezt idén először fordult ez elő, hogy ezt nem tehetik majd meg. Mert a Mi Hazánk mozgalom lefoglalta arra a napra az egész Andrássy utat. És azok, akik félrevezetik a tisztességes, jó szándékú embereket egész Európában és Magyarországon is, akik azt mondják, hogy hát csak szegény, megtámadott emberek jogaiért állnak ki, mindannyian tudjuk, hogy már valójában ők támadják a gyermekeinket is, már az óvodákban is. De a mai nap, június 4-e nem róluk szól. Június 4-e rólunk szól. A magyar ellenállásról, azokról, akik nem nyugszanak bele 101 esztendő után sem a trianoni gyalázatba. Ez a nap nem ünnepnap. Mert hogy hivatalosan azzá nyilvánították. Ez nem ünnepnap. Ezen a napon nekünk emlékeznünk kell. És azért kell emlékeznünk, és azért kell az emlékezés fáklyáit magunkkal vinni, mert nem akarom most Deák Ferencet idézni, de mindannyian tudjuk, mindannyian tudjátok, hogy bármikor eljöhet az a történelmi pillanat, amikor a lehetetlennek tűnő ügyeket is meg lehet valósítani. Ilyen volt a déli határkerítés, amelyre mindenki azt mondta, hogy lehetetlen, aztán most mégis ott áll. És ilyen lehet Trianon is. Hiszen 101 esztendeje hallgatjuk azt, hogy lehetetlen a trianoni határokat megváltoztatni. Aztán 1920 óta azért például az előbb idézett Rongyos Gárda tagjai mégiscsak meg tudták változtatni. Mégiscsak visszatért Sopron, mégiscsak visszatértek a nyugati települések. Mégsem lett csehszlovák, vagy most éppen szlovák balassagyarmat. Kiknek köszönhető ez? Az olyan maroknyi magyaroknak, mint amelyenek ti vagytok itt ma. És mikor jöhet olyan történelmi idő, hogy akár a trianoni gyalázatot el lehet törölni? Pontosan afelé haladunk. Ezzel a ránk szabadított laborvírussal, amely valójában egy új világrend kialakítását készíti most elő. És erről rajtunk kívül senki sem beszél ma Magyarországon. Mert ez az új világrend, ez még nem tudjuk, hogy milyen lesz. Nem tudjuk, hogy az a laboratórium az a kínaiaknál volt, vagy az amerikaiaknál, ugye éppen a napokban gyakorlatilag hivatalossá vált az Egyesült Államokban az, hogy ez egy laboratóriumi, valamilyen mesterséges vírus. De egy dolog érdekel minket magyarokat, hogy mi lesz Magyarországgal, mi lesz a Kárpát-medencével. És az biztos, hogy ez a jelenlegi úgynevezett pandémia, ez átalakítja az erőviszonyokat mindenhol a világon. És az elmúlt 100 esztendő világurai nem biztos, hogy a világot uraló erők lesznek, nagyhatalmak lesznek a következő években vagy a következő évtizedekben. És előállhat ismét egy olyan új világrend, mint ahogy ez már számtalanszor előfordult a történelemben, amely új világrend megváltoztatja a korábbi státuszkót, megváltoztatja a korábbi világrendet. Abban a világrendben, amelyben az elmúlt 100 esztendőben éltünk, Trianon megváltoztathatatlannak tűnt. Leszámítva a második világháború előtti néhány évet.
De most itt megint lesz egy új világrend. És annak az új világrendnek lehetnek olyan nagy hatalmai, akiket a legkevésbé sem érdekel az a status quo, amely Trianon teremtette. Hát ha valamikor van lehetőség arra, hogy orvosoljuk Trianont, az éppen az előttünk álló évek, évtizedek lehetnek. És elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor ide mögém kell néznetek a világ legszebb parlamentjére. A világ legszebb parlamentjén, a mi országházunkon, ott látjátok a 64 vármegye, tudom, mivel én neveztem el, hogy 63 van, plusz fiume, de azért az mégiscsak furán hangzott volna egy mozgalom nevének, hogy 63 vármegye, és egy korpusz szeparátum, azaz fiume, ifjúsági mozgalom. Szóval láthatjátok a vármegyéket, 63 vármegyét, láthatjátok fiumét, megtalálhatjátok a történelmi Magyarország, tehát az igazi, a valós Magyarország, a Szent Korona országainak a címerét itt mögöttem. Ott van Szlavónia, ott van Horvátország címere, ott van Erdély címere. És van még egy ennél is csodálatosabb dolog itt a hátam mögött. És az pedig a Szent Korona. Mert hogy hál' Istennek a Szent Korona visszatért oda, ahol a helye van. A Szent Koronának irányítania kell a Kárpát-medencét. És a Szent Korona rendje helyre kell, hogy álljon. És csatlakozom az előttem felszólalókhoz, csatlakozom a 64 vármegy ifjúsági mozgalom alelnökéhez. Egyetértek vele abban, hogy nem elég részleges határmódosítást kérni. Mindent vissza. Csak a mindent vissza lehet ennek az országháznak, az országgyűlésnek a célja. És a mindent vissza az ott kezdődik, ahogy az tavaly a Mi Hazánk mozgalom megfogalmazta, 7 pontban, hogy ez az országgyűlés eltörli azt a gyalázatos trianoni törvényt, amely a mai napig hatályos törvény. A mai napig ez a törvény egy olyan törvény, amelyet be kell tartani, de ezt a törvényt nem lehet betartani. Pedig ez egy hatályos törvény, az 1921. évi 33-as törvényről beszélek, amellyel a Magyarországgyűlés szentesítette és beiktatta a fegyverek árnyékában kényszerrel aláíratott trianoni békediktátumot. És ebben a törvényben Sopron városa például jelenleg 2021-ben, tehát kereken 100 évvel a törvény országgyűlés általi elfogadását követően még mindig Ausztria része. Hogyan lehetséges ez, tisztelt honfitársaim? Hogyan lehetséges az, hogy a Magyar Országgyűlés hatályban tart egy ilyen törvényt? Igaza van az előttem felszólalóknak. Én magam, aki éppen eleget verekedtem a szó szerint is, meg nyilván átvitt értelemben is ültem a szerbek fogdájában, vagy a románok fogdájában, a szlovákok fogdájában, és vívtam ökölharcot a szerbekkel, de én magam is azt mondom, hogy addig, ameddig a Magyar Országgyűlés, ameddig mi magyarok nem tesszük helyre Trianont, addig nekünk nem a szerbekkel, románokkal és a szlovákokkal kell foglalkoznunk. Hiszen nincs jogalapja annak sem, hogy Trianon ellen tiltakozzunk. Márpedig én nem csak tiltakozom Trianon ellen, én el akarom törölni a trianoni békediktátumot. Márpedig az első lépés ehhez, hogy a Magyar Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Trianont érvényben tartó és Sopron osztrák megszállását is érvényben tartó 1921-es törvényt. És a Mi Hazánk mozgalom, amelynek 2, azaz 2 országgyűlési képviselője van jelenleg, tavaly ezt kezdeményezte itt a mögöttem látható Magyar Országházban. A balliberális oldal
kiszaladt a teremből, amikor mi ezt kezdeményeztük. A Fidesz pedig lesöpörte az asztalról. Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kiszaladás, mind az asztalról való lesöprés hazaárulás volt. Hazaárulás volt, mert a parlamentet, az országgyűlés elé sem engedték a javaslatunkat. Még csak nem is szavazhatott róla az országgyűlés. Itt tartunk ma 2021-ben Magyarországon. És ezt nem a románok, nem a szerbek, nem a szlovákok, de még csak nem is az amerikaiak, meg nem is Kun Béla, meg a hasonló hazárulók, hanem a Magyar Országgyűlés jelenlegi országgyűlési képviselői és pártjai nem engedték napirendre venni. Ameddig ezen a helyzeten nem tudunk változtatni, addig ezek a felvonulásaink tényleg csak a visszaemlékezésről szólhatnak. Ha ezen a helyzeten tudunk változtatni, akkor mondhatjuk azt, hogy ezeknek a felvonulásoknak a jövőre vonatkozóan is van értelme. Mert hogyha ezt a törvényt hatályon kívül helyezzük, amelyet kizárólag magukat magyarnak mondó, magyarok által megválasztott képviselők tartanak hatályban, ha ez a törvény megszűnik, akkor jöhet a második pontunk. Az pedig az ENSZ Nemzetközi Bírósága. Persze erre is sokan legyintenek, és azt szokták mondani, mit várunk mi az ENSZ-től. Hát az előbb mondtam, hogy most alakul az új világrend. Fogalmunk sincs, hogy milyen lesz az új világrend. Ha lesz végre Magyarországnak egy olyan kormánya, amely csak és kizárólag a magyar érdekeket akarja képviselni, amely nincs tekintettel a magyar gyűlölők érzékenységére, egy olyan kormány, egy új világrend esetén, ami most alakul, tud olyan pozíciót kiharcolni, amikor akár az ENSZ Nemzetközi Bírósága fogja kimondani, hogy a trianoni törvény és maga a trianoni békediktátum az semmis. Mert a kényszerítés az az egyszerű jogban is bűncselekmény. Akkor az a nemzetközi jogban is az. Márpedig Magyarországot kényszerítették ennek a diktátumnak az aláírására. Csak bátorság kell ahhoz, és a magyarság feltétel nélküli képviselete, hogy végre egy magyar kormány és egy magyar parlament ezt el tudja érni. És az álmaink valóra válhatnak. És aztán jönnek a következő pontok, amelyeket tavaly meghatároztunk. A következő pontok három alapszerződés eltörlése, amelyek önmagában is mind-mind hazaárulás voltak. Az ukrán-magyar alapszerződés, amely talán a három alapszerződés közül is a legkirívóbb eset volt. Amikor az Antal kormány brutális hazaárulást elkövetve, néhány nappal azután, hogy 1991-ben Kárpátalján a kárpátaljai lakosság, tehát nem csak magyarok, ruszinok, vagy ha úgy tetszik, még ukránok is az Ukrajnától való önállósodásra, elszakadásra szavaztak, és az Antal kormány sietett Kijevbe, hogy tette alá hozzá azt az alapszerződést, amely örökre, bár tudjuk, semmi sem örök, lemond arról, hogy Kárpátalja valaha visszakerüljön majd Magyarországhoz. Aztán jöttek gnómok a magyar politikai élet során, ugye a 90-es évek hemzsegett, az ilyen gnómoktól jött Horth Gyula, jött a román-magyar alapszerződés, jött a szlovák-magyar alapszerződés, amelyeket, és ez az igazán döbbenetes az egészben, nem is mi magyarok sértettünk meg, és tettünk ezáltal semmissé, hanem maguk a szlovákok és a románok, akik még azt a kevés jogot, amelyet abban biztosítottak a magyaroknak, még azt sem tartották be. Ezek semmis alapszerződések. Ezeket is fel kell mondani. Aztán azt is kezdeményeztük, támogatva a Magyarok Világszövetségét, hogy ha már mindig tekintettel vagyunk mindenki érzékenységére, ha már a holokausztról beszélni sem lehet,
akkor ugyanilyen törvényre van szükség Trianonnal, és Trianon következményeivel kapcsolatban is. Ne lehessen relativizálni, ne lehessen legyinteni, vagy akár fejet csóválva minket hülyének nevezni, mint az András úton az egyik félrészek fiatal, vagy bedrogozott fiatal. Legyen akkor ez is bűncselekmény. Mert ez a magyarok országa, nem? Ez Magyarország. És aztán végül még egy fontos ügyet kezdeményeztünk, mert hogy megkaptam sok helyen, balliberális újságíróktól is például, hogy hát mit akarok én Trianonnal, amikor volt már párizsi békeszerződés? De két nagyon fontos dolog van, amit legalább ti vigyetek tovább, mint hír. Hát egyrészt a párizsi békeszerződés nem rajzolta meg Magyarország határait. Azt a trianoni békediktátumban rajzolták meg. A párizsi békeszerződés szövegében az 1938-as határ, hatályos határok vannak definiálva. De hogyha Trianon semmis, akkor 1938-ban a történelmi Magyarország határai voltak érvényben. Aztán van még valami. Már csak azért is törölnünk kell a hatályos törvények közül az 1947-es párizsi békeszerződést ratifikáló törvényt, mert például benne van az, hogy tiltott ilyen összejöveteleket tartani, mint amit ma tartottunk. Tehát a rendőrségnek föl kellett volna oszlatni, meg most is föl kellene minket oszlatni a hatályos törvények értelmében. Ugyanis mindenféle irredenta, revizionista, Trianont felemlegető rendezvény tilos Magyarországon, ez szerint a törvény szerint, amelyet megint csak Magyarország ellenségei a fegyverek árnyékában kényszerítettek Magyarországra. De ma már nem ők tartják érvényben, hanem a Magyarországgyűlés. No tehát, Trianon rendbetétele az itt kezdődik, a mögöttem látható országházban. És az a kérésem záró gondolatként hozzátok, hogy vigyétek ezért a fáklyát. Mindenki tegye a maga területén, amit tenni tud. Hiszen itt tényleg a gyermekeimmel jöttünk össze, kicsit szó szerint is, hiszen itt van a lányom is, de a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom is a gyermekem, a betyársereg jó nagyra nőtt gyermekünk, a mi hazánk mozgalom is a gyermekünk, és csodálatos, hogy ezek a szervezetek, és a többi szervezet is, akik csatlakoztak, milyen jól, harmonikusan tud együttműködni, és tud itt lenni ma is ezen a rendezvényen. Az élet minden területén, minden fronton küzdenünk és harcolnunk kell, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor végre a trianoni gyalázatot le tudjuk majd mosni. És addig nincs más feladatunk, mint menni tovább azon az úton, ahol 20 éve megyünk. Rendíthetetlenül, megalkuvások nélkül, mindig együtt maradva, zárva sorainkat, nem csak ezen a napon, bármelyik napon, például most július 13-án is Monoron, ahol a cigánybűnözés ellen fogunk majd felvonulni, ugyanígy együtt, mert nem csak június 4-én, hanem az év minden napján, a Kárpát-Berence minden pontján meg kell védenünk a védtelen magyarokat. Ez a mi missziónk, ez a mi küldetésünk. Ezért vittük ma a fáklyákat, és ezért fogjuk vinni a továbbiakban is. És addig, a történelmi napig, amikor végre megsemmisítjük Trianont, mert ebben továbbra is rendületlenül hiszek, addig minden áldott nap el kell mondani, magunkban legalább, de ma hangosan is, hogy vesszen Trianon!